Isten hozott Meditországban. Előfordulhat velünk, hogy két hasonló lehetőség, személy, gyógymód, munka, lakás, tanulási lehetőség, vagy más között kell választanunk, és bizonytalanok vagyunk, hogy melyik mellett döntsünk. Vagy az is előfordulhat, hogy két teljesen ellentétes kimenetel között kell választanunk. Akár munka, párkapcsolat, lakhatás, gyógymód, város, ország, vagy bármi más témában. Hogy például menjek-e vagy maradjak egy adott kapcsolatban, vagy lakhelyen, vagy munkahelyen. Lehet, hogy már készítettél összehasonlító táblázatot sok-sok szempont alapján. Lehet, hogy mindkét verziónak összeírtad az előnyeit, a hátrányait, és mégsem tudsz tűlőre jutni, hisz mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai egyaránt. Ebben a rövid kis meditációban az intuíciódat fogjuk segítségül hívni, mert amikor egyedül vagy, lehunyod a szemed, meditatív, ellazult elmeállapotban vagy, akkor senki sem győzköd, akkor a te saját igényeidre tudsz hangolódni. Illetve ebben az ellazult elmeállapotban több információhoz van hozzáférésünk, így könnyebben ráérezhetünk a számunkra legjobb megoldásra. Ha tetszik neked ez a meditáció, megköszönöm, hogyha a videó alatt megnyomod a feliratkozás és a like gombot. Kezdjük is el! Keress egy békés, nyugodt helyet, ahol elengedheted a külvilágot erre a kis időre. Helyezkedj el kényelmesen. Keresd meg a központodat, és figyelj befelé. Ellazulunk, hogy mély meditatív állapotba kerüljünk. Vegyél egy mély lélegzetet, majd fújd ki. Lassítsd be a lélegzetet. És most lazítsd el a tested. Kezd a lábfejeddel. Érezd, ahogy teljesen ellazul a lábfejed. Érezd, ahogy ellazul a lábszárad. Érezd, ahogy ellazul a combod. Érezd, ahogy a feszültség feloldódik, megszűnik. Lazítsd el a hátad alsó részét. Majd a hátad felső részét. Érezd, ahogy ellazul a hasad.
és a hasadban levő összes belső szerved. És közben gyógyul, megújul. Lazítsd el a mellkasod. Lazítsd el a válladat. Majd lazítsd el a felkarod. A könyököt. Az alkarod, a kezed, az ujjaid, érezd, ahogy ellazul a vállad, a nyakad, majd lazítsd el a fejeden levő valamennyi izmot. Érezd, ahogy ellazul az állkapcsod. A nyelved. A szemed, a homlokod, érezd, ahogy feloldódik és megszűnik a feszültség a fejed tetején. Érezd, ahogy az egész tested ellazul. És mélyen belenehezül a kanapéba vagy az ágyba. Most számolj vissza velem 10-től. Lásd a számokat színesben, három dimenzióban, és érezd, ahogy minden egyes számmal egyre mélyebben és mélyebben ellazulsz. Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy, nulla. Most arra kérlek, hogy ebben a nyugodt
állapotban gondold át, hogy mik a benned legmélyebben gyökerező, legfontosabb értékeid, elveid, igényeid, vágyaid, amelyek értelmet adnak az életednek, amiben hiszel, vagy amit meg szeretnél tapasztalni. Például a sikeresség, a tanulás, a barátság, az önállóság, az önbecsülés, a biztonságérzés, a kölcsönös szeretet, a kényelem, a felszabadultság, az önmegvalósítás, a büszkeség, a becsületesség, a jólét, a szerelem, a testi örömök, a családi biztonság, az új élmények, a megbecsülés, a kiteljesedés, a gyermeki vidámság, az elégedettség, az anyaság, az apasság, a sikeres párkapcsolat, az egészséges életmód, a lelki béke, a mozgás, a szabadság, a tisztaság, az egészséges emberi kapcsolatok, melyek tehát a legfontosabb értékeid, elveid, igényeid. Hagyok most egy kis időt, hogy ráhangolódhass. Most gondold végig, mi az, ami igazán boldoggá tesz téged. Nagyon jó. És most fogalmazd meg magadban, mi az a két lehetőség, ami között dilemmázol. Tehát mi az első lehetőség?
és mi a második lehetőség. Nagyon jó. Most gondolj az első verzióra. Képzeld el magad egy év múlva, ha az első lehetőséget választod. Milyennek látod magad? Milyen a testtartásod? Milyen a kisugárzásod? Milyen az életkedved? Most arra kérlek, hogy képzeld el magad 3 év múlva, ha az első lehetőséget választod. Milyennek látod magad? Milyen a testtartásod? Milyen a kisugárzásod? Milyen az életkedved? Most képzeld el magad 5 év múlva. Ha az első lehetőséget választod. Milyennek látod magad? Milyen a testtartásod? Milyen a kisugárzásod? Milyen az életkedved? Nagyon jó. Eddig az első lehetőséggel foglalkoztunk. Most áttérhetünk a második lehetőségre. Most tehát képzeld el magad 1 év múlva, ha a második lehetőséget választod. Milyennek látod magad? Milyen a testtartásod? Milyen a kisugárzásod? Milyen az életkedved? Most képzeld el magad 3 év múlva, ha a második lehetőséget választod. Milyennek látod magad? Milyen a testtartásod? Milyen a kisugárzásod? Milyen az életkedved? Most képzeld el magad 5 év múlva,
ha a második lehetőséget választod. Milyennek látod magad? Milyen a testtartásod? Milyen a kisugárzásod? Milyen az életkedved? Nagyon jó. Most mindkét lehetőségre rátekintést kaptál. Beleérezhettél mindkét végkimenetelbe. Érezd a hálát, a köszönetet, hogy tiszta fejjel tudtál rálátni a lehetőségekre. És elő tudtad hozni a megérzésedet. Most hagyok neked egy kis időt, hogy átgondold ezeket az újonnan átélt információkat. Ha egyetértesz, akkor engedd be a következő gondolatokat. Lehetséges és biztonságos, könnyedén megélnem a vágyaimat. Lehetséges rálátnom a legmegfelelőbb megoldásra. Már tudom, milyen érzés jó döntéseket hozni. Lehetséges és biztonságos. Jólétben, egészségben és boldogságban élnem. Lehetséges és biztonságos megtalálnom a nyertes megoldásokat. Már tudom, milyen felemelő érzés, amikor minden körülmény és erőforrás könnyedén, szinte magától összeáll a céljaim megvalósításához. Már tudom, milyen érzés lelkesen élni az életemet. Szép az életem. És most gondold át, hogy mi az első lépés, amit megtehetsz a boldogságod érdekében.
valami hihetetlenül jó dolog történik veled most. Valami csodálatos dolog történik veled most. Valami lenyűgöző dolog történik veled most. Valami fantasztikusan jó dolog történik veled most. Valami elképesztően jó dolog történik veled most. És most szépen, lassan visszatérhetsz. Lassan megmozgathatod a végtagjaidat. Lassan, finoman kinyithatod a szemedet. Maradj egy kicsit ezekben a gondolatokban, ezekben az érzésekben. Szeretettel neked, Meditország. Ha tetszik neked ez a meditáció, megköszönöm, hogyha a videó alatt megnyomod a feliratkozás és a like gombot. Ezzel jelzed nekem, hogy még több ilyen meditációt hallgatnál meg, támogatod és segíted a munkámat, illetve lehetővé teszed, hogy könnyebben eljusson ez a videó azokhoz, akiknek szüksége van rá. Köszönöm!